Hello, sziasztok! Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Én nemrég értem az a munkába, képzeld el, nem délután van, ugyanis ma korán fejeztem be a munkát. Jelenleg nem is tudom hány az óra, várjál, olyan 9 óra múlott, talán 10 óra lehet. A Davis éppen nézi a tévét, ahogy látjátok, a Lucas iskolában van, a feleségem ott van benn hátul, és ma péntek van. Ugyanaz nap van, mint nálatok, csak ugye mi előrébb vagyunk az időben. Úgyhogy ti valószínűleg még alszatok. És a tegnapi videóban kérdeztem tőletek, hogy mit szóltok ennek az iPhone-nak ugye a minőségéhez, a videó minőségéhez. És többen mondtátok, hogy nagyon jó, ezzel filmezzek. Többen mondtátok, hogy inkább maradjak a kameránál, mert ez nem annyira jó. És végül is van egy ötletem, képzeld el, van egy ötletem. Meg van hozzátok egy kérdésem is. Bár a címblasszal lehet, hogy már tudjátok, de először elmondom az ötletemet. Az az ötletem, hogy ugye hétvégénként van rendes videó, szombat meg vasárnap. És azokon a napokon valószínű, hogy a GoPro-val és a rendes kamerával fogok filmezni, meg néha az iPhone-nal is. Azokon a napokon, mikor ugye nincsen videó, mint például ma, ugyanis ma rendes idő szerint vagy nap szerint ugye nem lenne videó, mert általában nem szoktam készíteni, de arra gondoltam, hogy az iPhone-nal készítek ilyen gyors videókat. Tehát, hogyha véletlen valamit látok, vagy van hozzátok egy kérdésem, vagy akármi valami érdekes dolog történik, az a telefont előveszem, lefilmezem, és megosztom veletek. Lehet, hogy még aznap, vagy lehet, hogy másnap, ugye attól függ. Tehát arra gondoltam, hogy a telefonnal valószínű kiegészítem a rendes videókat, ugye, meg hétköznaponként, vagy hétvégenként itt-ott, hogyha valami kérdésem van, vagy valamit látok, akkor a telefonnal filmezek, tehát így nem lesz belőle veszekedés. Ugyanis sokan írtátok, hogy ne, hogy véletlen ezzel filmezek, mert nagyon rossz a minősége. Szerintem azért annyira rossz, annyira nem rossz ugye a minősége a telefonnak, de ezek a videók valószínű, hogy ilyen gyors videók lesznek, tehát nem fogom annyit ugye szerkeszteni, nem zenére fognak valószínű menni, lehet, hogy meglátjuk. De nem mindegy, a telefon, ahogy mondtam, legalább mindig nálam van. A Davis az itt ül. Mi ez egy nyuszi? Az elbe egy nagyot játszottunk, még vizes is a haja, látod? Itt volt apukám is amúgy, szárusz. És most nézi a tévét, aztán megy ugye majd aludni. A kérdésem hozzátok a következő. Rettentő régóta meg szerettem volna kérdezni ezt a kérdést tőletek, vagyis nem olyan rettentő régóta, de most már egy két hete biztos, vagy három hete. Néha így rám jön, hogy elkezdek nézni magyar filmeket, sorozatokat. És a kérdésem hozzátok. Melyik magyar sorozatot érdemes megnézni, vagy milyen magyar sorozatok vannak? Ugyanis találtam egy sorozatot, ezt a Mi kis falunkat. Látod? Ezt a Mi kis falunkat, én ezt elkezdtem nézni, és nekem rettentően tetszik ez a sorozat. Nem tudom, hogy ti mit szóltok hozzá, nektek is tetszik ez a sorozat? Ugyanis én nem tudom, hogy belenéztem, és egyszerűen nem tudtam utána abba hagyni. Megnéztem egy részt, nem tudom, számomra vicces volt. Úgyhogy gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy mi más még ilyen hasonló, vagy nem muszáj hasonlók lenni, csak magyar sorozat legyen. Tehát az a lényeg, hogy magyar szereplők legyenek benne, és Magyarországon készüljön. Valószínűleg is magyar sorozat Magyarországon készül. Na minden, valakinek van valami ötlete, mit érdemes megnézni meg, hogy hol, ide a videó alá írjátok meg hogy mit szóltok ehhez. Ti nektek is tetszik, vagy csak én vagyok így vele? Azért, mert nem szoktam magyar sorozatot nézni, vagy magyar filmeket ugye olyan sűrűn, és mikor hozzájutok, vagy hirtelen meglátok egyet, lehet, hogy azért tetszett meg nekem ennyire, vagy nem tudom. Na mindegy, én rettentő viccesnek találtam, hogy amikor valamit elkezdesz nézni, és egyszerűen nem tud abba hagyni. Lehet, hogy már voltatok vele ti is úgy, hogy leülsz. Én már voltam vele másik sorozattal is, leültem, megnéztem egyet, és hirtelen meg kellett néznem még egyet, nem bírtad abba hagyni, ugye. Bár olyan sokat ugye nem tudsz belőle megnézni, mert egyik után abból is ugye elég. De nem tudom, én vagy így jártam ezzel a sorozattal, rettentően tetszik. Az a baj, hogy nem olyan túl sok rész van belőle. Vagy lehet, hogy nem is láttátok? Biztos, hogy láttátok. Vagy az RTL-en biztos, hogy láttátok. Bár lehet, hogy nem mindenki. Na minden. Úgyhogy gondoljátok, ide írjátok meg. Úgyhogy én most nem más fogok csinálni. Képzeld el, mint előveszem a kamerámat. Mit? Téged filmezzelek? Előveszem a kamerámat, ezt a rendes kamerát, és elkezdem a holnapi videót, úgyhogy ez ezzel fog készülni, és nem másról fog szólni, mint az iPhone 6-os sorsolásról, meg le fogom tesztelni ezt az iPhone 10-eset, ugyanis többen kértétek, hogy nem filmezném le, hogy hogy néz ki végül is, milyen a menüje, úgyhogy azt fogom megtenni, meg beszélni fogok arról, hogy hogyan fogjuk sorsolni. Nem ezt, majdnem azt mondtam, hogy ezt az új iPhone-t, a régi, azt a régi 6-osomat, ami nem is tudom, hogy hol van. Ja, itt van. Megtaláltuk. Látod, még mindig egy kicsit össze van törve. Azóta se javította meg senki. Szerintem nem is fogják. Na várjál. Na, megvan a kamera is.
nem tudom, ilyenkor reggel, amíg ugye nem vagyok magamnál, pedig megírtam az energiaitalmat, mert az éjszaka alig aludtam, képzeld el, a Dave többször felébredt. Hozzam az álványomat is hozzá. Látod, erre szépen rátesszük. Aztán próbálom majd nektek hoppá filmezni, csak becsipem a kábelt mindenhova. Na mindegy, úgyhogy ez egy ilyen gyors videó volt, ahogy mondtam. Mostanában lehet, hogy lesznek ilyenek több. És kell vennem egy ilyen tartót. Nem tudom, hogy miért, ahogy mondtam ezzel a kezem, nem vagyok hozzászokva, hogy sokáig tartsam a kamerát. Ez a kamerás kezem, a jobb kezem. Nem tudom, ez olyan furcsa bal, ugye mondtátok, hogy fordítsa meg a kamerát, és akkor tudom tartani a jobb kézzel is. Meg tudom fordítani, csak az, hogy akkor a kamera, tehát itt van fönt a kamera, ide lemegy neki a kamera. Tehát értitek, a túloldalt lesz neki, és várjál, nem tudom most megfordítani, mert lesz, de a fejemet akkor nem leszek egy szintben. Tehát így a kamera egy szintben van a fejemmel. Na innen, lehet, hogy nem értitek, na innen, beszélek hülyeségeket megint. Úgyhogy, mit csinálunk? Ja, nézzük, mit nézzünk a tévébe? A Disney csatornán ezt a nem tudom micsoda. A Davis szereti ezt a PJ maszkosat, ugye? Hogy hívják ezt a mesét? Nyuszi? Nem? Nem beszélünk? Rettentően el van foglalva. Na! Úgyhogy, tudod mit felejtettem el? Mivel mostanában ugye régebben szokott lenni minden nap másnap videó. És az akkumulátor képzeld el, nem töltöttem megint fel, ugye a rendes kamerába. Van kettő akkumulátorom. Mikor minden másnap szokott lenni videó, ugye tudtam, hogy vége a videónak kiveszem, bedugom és töltöm. De mivel mostanában egy ideje, ugye csak hétvégenként vannak videók, általában mindig egy nappal erődést szoktam hagyni, ugye, hogy nehogy véletlenül lemerüljön állásába az akkumulátor, és nap este nem raktam fel tölteni. Na minden. Ha megnézzük, mennyi energia van még benne, meg hol megvan itt a másik akkumulátorom is. Talán valamelyik fel van töltve, hogyha nem, akkor először fel kell töltenem egy ilyen. Egy óra, másfél, két órát feltöltöm ugye az akkumulátort, úgyhogy lehet, hogy délután fogom folytatni. Na, bekapcsolt. Még van benne, képzeld el, milyen megmutatja. Hármas. Jobb, mint a semmi. Majdnem tele van. Meg biztos, hogy ebben is van valami, úgyhogy meg fogok tudni filmezni, még a Davis ugye itt nézi a tévét. Ott. Addig van egy kis időm, a feleségem hátul ugye pakol. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most befejezem. Na, ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy mit szóltok ahhoz, hogy lesznek ilyen rövidebb videók ezzel a telefonnal. Lehet, hogy jó ötlet, lehet, hogy nem. Tehát ahogy mondtam, ezek a videók ilyen pár percesek lesznek. Valószínűleg két köznaponként, ha gondoljátok, azt is ide írjátok meg. Meg hogy melyik sorozatot érdemes megnézni, magyar sorozatot, vagy melyik a ti kedvencetek, meg hogy hol tudom őket megtalálni. És az egyik fő probléma, hogy nem tudom őket soha megtalálni, kivéve itt az RTL mostan. Az valamiért működik. Régen nem szokott működni, most működik. Na minden. Ja, már ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!